Az Európa Tanács 24 képviselője írta alá júniusban azt a határozati javaslatot, amely szerint a parlamenti közgyűlésnek dokumentumban kellene összefoglalni azokat a bevált gyakorlatokat, amelyek célja az őshonos etnikai, kulturális nyelvi, illetve vallási kisebbségek helyzetének javítása. A javaslatot beterjesztő Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője, a Magyar Televízió az Este című műsorában azt mondta, nem elég csak jelentést tenni a pozitív példákról, hanem konkrét határozatot kell megfogalmazni, ajánlásokat tenni a tagállamoknak. Persze, hogy sajnos ezek nem kötelezőek, de olyan országok számára, melyek monitoring alatt vannak, igenis hát figyelemmel kísérik, hogy mennyire tartják be az Európa Tanács javaslatait, illetve ajánlásait. Szerbia 2003 óta tagja az Európa Tanácsnak. A megfigyelési, azaz monitoring szakasz része az uniós integrációs folyamatnak. A dokumentum összeállításával magyar politikust bíztak meg. Kalmár Ferencet, a Magyarország gyűlés kereszténydemokrata képviselőjét. Ez ö, számunkra egy nagy lehetőség, hiszen a, a magyar Nemzetpolitikának vannak tapasztalatai, a magyar nemzetpolitikának vannak elképzelései, és ezeket az el, elképzeléseket, tapasztalatokat most beépíthetjük egy olyan jelentésbe, ami irányadó lehet Európába. A jelentéssel megpróbálják majd az etnikai kisebbségek kérdéskörét visszaemelni a főbb témák közé. A 700 milliós Európában 150 millióan élnek kisebbségben, azaz minden ötödik ember.